Egykori képtárépületet szeretnénk rekonstruálni, rendbe tenni, homlokzatát felújítani. Többek között az Egri vár jövőbeni fejlesztéseiről, az M25-ös gyorsforgalmi út munkálatairól, valamint a belvárosi terek megújulásáról is szó esett a Dobókatica nyugdíjas szervezet programján, amelynek ezúttal Habis László polgármester volt a vendége. A városban ugye járva meglepődve tapasztaljuk, hogy egymás után adják át a tereket, épületeket, tehát mi egriek, főleg lokálpatrióták érezzük, hogy a városunk nagyon szép. Na most miután tagságunk kíváncsi, érdeklődük, így fölkértük Eger város polgármesterét, hogy saját maga, mint ennek a programnak a legnagyobb tudója, patronálója, tartson egy előadást. Habis László polgármester az eseményen elmondta, a fejlesztések során igyekeznek minden generáció, így az idősek igényeit is figyelembe venni. A közterületek fejlesztésénél kifejezetten az idősek igényeinek megfelelően alakítjuk ki a felületeket, illetve például büszkén mondhatom, hogy több mint 100 milliós beruházással a Felsővárosi Idősgondozási Központot bővítettük. Hasonló fejlesztést, energetikai fejlesztést valósítottunk meg a Berva völgyi idősek otthonában, és én azt szeretném, hogyha a választásokat követően egy városi idősügyi tanácsot is megalakíthatnánk, amelyik folyamatos kapcsolattartást garantálnak. Hozzátette azt is, a civil szférában továbbra is az idősek a legaktívabbak. Nagyon szép.